szent lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten szent ígéjét, amint az írva található a Lukács írása szerint való szent evangélium 16. részének 19-től 31-ig terjedő verseire. Lukács evangéliuma 16. részének 19. és következő versei figyelemmel is ülve hallgassák. Vala pedig egy gazdag ember is öltözik vala bíborba és katyolatba, minden nap dúsan vigadozva. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, amelyek hullanak vala a gazdagok asztaláról, de az ebek is eljön még nyalják vala az ősebé. Lőd pedig, hogy meghal a koldus is, mitették az angyaloktól az Ábrahám keverébe. Meghal pedig a gazdag is, és eltemetetik. És a kuporban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol és Lázár annak keverébe. És ő kiáltván mondta: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam és bocsásd el Lázár, hogy mártsa az ő ujjának benyét vízbe és üsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem el látom. Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajod, most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyökrettet el. És mindenek felett mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgyhogy akik akarnának mindig ti hozzátok által menni, nem mehetnek sem, azok onnét hozzám át nem jöhet. Mondta pedig Amasz: Kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide egy gyötrelemnek helyére ne jussak. Mondta néki Ábrahám: Van Mózesök és profétáim, hallgassák azokat. Ama pedig mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtér. Ő pedig mondta néki: Ha Mózesre és a profétákra nem hallott, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül felváltott. A kegyelem Isten tegye áldotta az ígéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Örökkévaló mennyei felség, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy egybehívtál bennünket, szent lelked által ezen a vasárnap délelőttől. Köszönjük, hogy oly hosszú ideje tűrött az emberi bűnt gyarlóságot, a tőled való elfordulást, hogy hosszabb tűrő a te kegyelmed, mint ahogy mi azt el tudnánk gondolni, hogy mi mindig adsz időt ennek a világnak, benne az embernek, holott nem dicsekedhetünk, nem mutathatunk fel semmivel sem többet, mint amit elején mutattak vagy tettek. Nem mondhatjuk, hogy a mi időnkben, vagy az elmúlt évtizedekben, évszázadokban valamivel több lett volna az ember, mint a mi Urunk Jézus Krisztus idején, amikor eljött erre a világra, amikor elküldte az ő tanítványait, hogy hirdessék mind a széles világon az evangéliumot. Hiszen azóta már annyiszor és annyiszor volt lehetősége az embernek, a világnak, mindenkinek találkozni, szembesülni az öröm hírrel, megérteni, felfogni, tovább adni azt. De látod, Urunk,
még mindig mennyi a hiányosság. Még mindig mi kevéssé értjük akaratodat, és még mindig annál kevesebbet is akarunk végrehajtani abból, amit te rendel számunkra. Ezért is külön köszönjük, Urunk, hogy most ez Isten tiszteleti órában alkalmat adsz nekünk, hogy figyeljünk, hogy tanuljunk, hogy töltődjünk, hogy talán egy picivel mégis többek legyünk, írjunk. Áld meg, szenteld meg ez Isten tiszteleti órát, hogy ami emberi erő és akarat szerint lehetetlen volna, az mégis megtörténjen, és mi, mint gyermekeink, mint tanítványaink, mint egyházadnak hűséges tagjai, halljuk, fogadjuk és adjuk tovább az igét, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg, azt mondja,
szeretet. És ebben igazából benne van minden, amit nekünk Istenről tudni lehet és tudni kell, és az, aki megérti Isten lényegét ebben az egyetlen szóban, bátran kijelentem, hogy megérti az egész világ mindensége. Nem azzal van a baj, hogy Istent nem lehet megfogni, nem lehet körülírni, hogy nem léteznek emberi fogalmak, amik visszaadhatnák Istennek a nagyságát, vagy a teljességét, hanem azzal van a baj, hogy nem értjük ezeknek a fogalmaknak a lényegét, és ezáltal nem értjük magának Istennek a lényegét sem. Tehát amikor kimondom azt a szót, hogy szeretet, akkor azt gondoljuk mindnyájan, hogy ó, hát a legegyszerűbb fogalom a világon. Azért a legegyszerűbb, mert igazából az ember ha csak valami nagyon-nagyon súlyos körülmények nem szólnak közbe, születése pillanatától kezdve a szeretettel találkozik. Mert hiszen a kicsi csecsemő, aki a családba kerül, a szülők, nagyszülők hozzátartozók részéről szeretettel van körülvéve. Azt gondoljuk, hogy mivel legelső pillanatától életünknek a szeretet vesz körül bennünket, ezért a szeretetnek a lényegét nem úgy megértjük, hanem az anyateljjel magunkba szívjuk, és a szeretet lesz a legtöbb emberi tulajdonságunk, a szeretet fog áthatni bennünket, a szeretet az, ami leginkább jellemez minket. Na itt már megállunk, mert gondolom már érezzük, hogy nem így van, hogy valami történik az emberben, vagy történik az emberrel, ami megváltoztatja a belsőnket, a tudatunkat, a lelkünket, ami nem engedi bennünk az anyateljjel magunkba szívott szeretetet kifejlődni, teljessé lenni, és valahol napok, hónapok, évek alatt a szeretet bennünk háttérbe szorul. Nem mondom, hogy elsorvad, nem mondom, hogy visszafejlődik, de egy csomó minden mellé és rá kerül, ez a csomó minden azután felülírja a szeretetet, és lehet, hogy mire észbe kapunk, már azon veszünk észre magunkat, hogy szeretet hiányunk van. Szeretet hiány a mai ember egyik, ha nem a legnagyobb betegsége, ami ugyan nem halálos önmagában, de még akár az is lehet, de egy csomó idegen szót, kifejezést nem akarok itt használni, egy csomó testi tünet jelenik meg, hát a legegyszerűbben hatódja igazán divatos szó manapság, a depresszió. De ha jól megfogaráztam, és ha hajlandó lenne az orvos tudomány, talán nem is a hajlandósággal, inkább az idővel van itt, vagy nem akarok kárhoztatni az orvosokat ebben a tekintetben. Tehát ha tudna, ha alkalma lehetősége lenne teljes széles körű vizsgálatot tartani, kiderülne, hogy egy csomó egyéb betegségnek a szív, ér és minden nyomor egyéb bajoknak a hátterében ott van a szeretetlenség, a szeretetnek a hiánya. Mert az emberben az első pillanattól fogva a legkorsulik, az igény megmarad arra, hogy szeretetben éljen. Ezt az igény nem lehet felülni, ezt nem lehet megmásítani. Ezt el lehet akarni, el lehet fedni, lehet úgy tenni az embernek, mintha nem létezne ez az igény, de attól az még megvan. Ahogy olvastam az igét, az jutott eszembe, hogy
ránk alatt, és mégis tudatában vagyunk azzal, hogy mindannyiunkat átjár a fény, mert ha nem járna át a fény bennünket, akkor nem láthatnánk, ugye? Tehát a fény jelen van, itt van közöttünk. Itt van bennünk. Elég lenne egyetlen abba, és már meg lenne világítva a templom belső, nem biztos, hogy kellő értékre ahhoz, hogy jöjjük olvasni a Zsoltárnak a betűnt. Tehát ahhoz lehet, hogy több ablak kell, azért is van ennyi ablak a templomon, hogy lehetőleg elég világos legyen ahhoz, hogy olvasni tudjuk a Zsoltárnak a betűnt. De ha egy pici rés hagyunk a fénynek, azon a pici résen is bejön hozzánk a fény. Hiába áll bármi a fénynek, ha csak valami egészen körbe nem száll, dobozba nem tesszük, el nem rejtjük, elássuk a föld alá. Vannak olyan helyzetek, amikor sikerül kizárni a fényt teljesen valónak, de ha csak teljesen ki nem zárjuk, akkor a fény be tud jönni a létező legkisebb nyíláson is. Ilyen Isten szeretete is. Ki tud áradni erre a világra, be tud ölteni bennünket, a legkisebb résen is be tud hatolni, ha csak le nem zárjuk azt a legkisebb rést is. Ha csak el nem zárjuk magunkat, Istennek a szeretete előtt. Hallottuk a gazdag és a szegény Lázár történetét, és úgy gondolom, ismerjük is mindjárt ezt a történetet. Ez a történet azt mutatja első hallásra, mintha Isten szeretet lényege mellett előtérbe kerülne Isten igazsága, vagy Isten büntető haragja az ember iránt. Tehát mi sokszor állítjuk egymás mellé és egymással szembe Isten szeretetét, Isten igazságával, Isten szeretetét az utolsó ítélettel, a büntetéssel. Azt látjuk a történetben, hogy van egy gazdag ember, akinek szenvednie kell a pokolban, van egy szegény koldus, aki pedig Ábrahám kebelén élvezi, úgymond a mennyei boldogságot. Azt látjuk, hogy a semmi lehetősége nincsen arra, hogy a kínjai enyhüljen. Semmilyen engedményt nem tesz neki. Hát nyilván nem Ábrahámról van itt szó, hiszen Ábrahám csak egy szereplője a történetnek, de elmondja Ábrahám, amit ő már tud. Ugye ne felejtsük, hogy Ábrahám már ott van a mennyekben, ahol színről színre lát, ahol már tud mindent, de nem kell neki kérdeznie másokat, hogy hogyan is működik Istennek az országa, elmondja Ábrahám, nem lehetséges. Nincs visszavonás, nincs enyhítés, nincs könnyítés, nincs átjárás, sem mennyis pokol, sem pokol és földi világ között. Lezárult az a lehetőség. Ez a történet nem a szeretetlenségről szól, hanem megmutatja az embernek a határt. Azt a határt, amit tudomásunk kell venni mindannyiunknak, hogy létezik. Amikor János Istenről beszél, mint szeretetről, akkor rögtön hozzáteszi, hogy akkor tudjuk meg, hogy teljesített bennünk a szeretet, ha lefordítom most a mi nyelvünkre, és úgy mondja, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, ha nem félünk az utolsó ítélettől. Akkor lett bennünk teljesség a szeretet, amikor már az utolsó ítéletre úgy tekintünk, mint a reménység forrására, amikor minden bűn, minden rossz, minden, ami ebben, ezen a világon sötétség, káosztatás megszűnik, és onnantól kezdve már Krisztus uralkodik mindenben, mindenek felett. Amikor az ember túllépi a saját árnyékát, a
mindenségre tekint. A gazdag és a szegény Lázár történetében azt láthatjuk, hogy a gazdag ember ott a pokolban sínlődve még mindig nem úgy gondolkozik Isten igazságáról, Isten szeretetéről, Isten kegyelméről, ahogyan elvárhatnánk tőle, vagy ahogyan egy keresztény ember gondolkozik. Bár ott van benne a jó indulat, hogy legalább ugye azt mondja az ő atya, fiai, szabadulnának meg a pokoltól, annak a gyötrelmeitől, de nyoma nincsen benne semmiféle bűnbánatnak, és még egy csomó mindennek nem akarok erre külön kitérni. A mai világban, hogyha a keresztény ember támpontot keres a mindennapi életében arra, hogy hogyan is nyilvánítsa ki a szeretetét embertársainak, hogyan viszonyuljon az embertársaihoz, hogyan legyen lehetséges megélni, meghallani a hitünket nem csak a templom falain belül, hanem a mindennapi életben. Tehát magyarán, hogyan legyünk tanítvány, ahogy az Jézus Krisztus elvárja tőlünk, és ahogyan tanítja tőlünk. Hát azt kell mondanom, hogy egy csomó akadályban ütközünk. Nem arra van berendezkedve a mi világunk, hogy a tanítványunkat tárkarokkal fogadja. Mondjam azt, hogy 2000 év után a világ fel van már készülve a kereszténységgel szemben mindenféle módon. Mindenféle módon ellen tud állani a keresztény szeretetnek. Talán ismerjük azt az érzést, jobb, ha nem, de talán ismerjük, amikor az ember képes elzárkózni teljesen a másik emberről. Amikor nem hajlandó tudomásul venni a másik embernek a közeledését. Amikor nem akarja fogadni a másik embernek a szeretetét. Működik ez, vagy jelen van ez szinte mindenhol és mindenkiben, amikor egy pillanatra vagy hosszabb időre megharagszunk a másikra, akit egyébként szeretünk. És akkor tehet a másik bármit, mert nem akarjuk tudomásul venni, hogy ő jó indulattal van irányunkra. Amikor valaki nem szimpatikus nekünk, és ő próbál velünk kedves lenni, de mi elzárkózunk, távol tartjuk magunkat tőle. És még sorolhatja magában ki a további példákat. Tehát ki tudjuk zárni magunkból a szeretetnek a lehetőségét. Igenis megvan bennünk az a képesség, hogy bezárkózunk, ajtót ablakot becsuktunk, függönyt, redőt leeresztettük, behúztunk, és onnantól kezdve semmi módját lehetőségét nem adjuk meg a szeretetnek, hogy bejusson az életünkbe. Igen, csak megint jön János, és azt mondja, hogy vigyázz a testvére. Isten nem úgy lehet szeretni, hogy én elmondom magamban, hogy jaj, én mennyire szeretem a jó Isten. Nem úgy lehet szeretni, hogy naponta hálát adok Istennek azért, hogy én őt szeretetem, és ő szeret engem. Mert azt mondja János, hogy néz az ki, hogy valaki azt mondja, hogy szeret Istent, és közben gyűlöli az atya fiát. Hát, ha valaki szeret Istent, akkor azt jelenti, hogy ő szeretni az Atya fiát is. Miért? Azért, mert térjünk vissza az előbbi példához, ahányan itt ülünk most Isten házában, gyakorlatilag mindannyiunkat egy formán jár át a fény. Nem tűz rá senkire most különbségben, arról is lehet egy külön dedikációt tartani, de most nem tartunk. Mindannyiunkat egyformán jár át a fény, tehát nincs olyan, hogy egyik másik testvér sötétségben, hogy el van zárva. Az Isten fénye mindannyiunkra világít. Ha mindannyiunkra világít, akkor mi miért teszünk különbséget egymás között? És nem tudom azt, hogy te testvérem jobban meg vagy világítva az én szememben, te pedig szürke vagy, vagy egészen sötét is kerekedve vagy. Hogyan tehetnénk mi bármiféle különbséget ember és ember
században sem, hogy már Jézus korában sem az volt, hogy tehát én hogyan tudjam szeretni a másik embert. Tessék megpróbálni. Működni fog. Ha eleve feltételeket szab, ha eleve kétségeim van, hogyha eleve úgy állok hozzá, hát ez nekem nem fog sikerülni, akkor biztos, hogy nem is tudjuk jól mindjárt ismerni az irgalmas samaritánusnak a történetét, ahol Jézus a történet végére nagyon szépen megfordítja a kérdést, és nem az lesz ugye már a kérdés, hogy ki az én barátom, hanem hogy kinek vagyok én a barátja. Mi is sokszor azt kérdezzük, hogy jó, de hát kicsoda méltó az én szeretetembe? Kicsoda az, aki eléggé szeret engem ahhoz, hogy én szeretnék ezt gyerünk. Vigyázzunk! Semmilyen feltétel, előfeltétele nincs a szeretetnek. Nem azt mondta Jézus, hogy drága tanítványai, szeressétek azt, aki előmértékben szeretnek titeket. Azt mondta Jézus, szeressétek ellenségeiteket is. Szeressétek egymást. Szeressétek feltétlenül. Mert az Isten szeretet. Aki Isten megismerte, akiben Isten szeretete teljesített, ott úgy nem kérdés az, hogy Isten és vele barátunkat, embertársainkat szeretni kell. De még mindig nem érjük Isten a szeretetnek, mert hiszen nem lehet bennünk teljesíti a szeretet. 2000 esztendő keresztjén ige hirdetése, prédikálása után ige magyarázata, tengernyi könyv, magyarázat, feldolgozás után még mindig tehetetlenül állunk egy-egy adott helyzetben, és még mindig a harag, a közöny, a meg nem értés, a türelmetlenség türelkedik előbb, akkor, amikor a szeretetnek kellene megnyilvánulni. Mondhatjuk azt, hogy hiába dicsekednénk azzal, hogy már 500 éves a reformáció, hogy már 2000 éves a kereszténység a világban. De még akár azt is hozzá kell tennem, hogy még azzal is hiába dicsekszünk testvéreim, hogy a Szentírás tele van a szeretetre való felhívással, szemben a Koránnal, a muzulmánoknak, az iszlamistáknak a szentkönyvével, ahol viszont gyakorlatilag szó nincs a szeretetről. De hiába mondjuk, hogy nem van a Szentírás szeretete, mint lehet, ha benne nincs meg a szeretet. Hiába dicsekszünk azzal, hogy a református egyház az elmúlt 500 esztendőben milyen sok dolgot mit véghez. Szeretet szolgálat terén, ha én magam nem teszem hozzá a saját részemet. Ez a szolgálat. Értjük tehát, hogy amikor azt mondja János, hogy az Isten szeretet, akkor nem csak egy szóban foglalja össze Istennek a lényegét, de bennünket próbál rávenni arra, hogy erre az egy szóra, erre az egy érzésre, erre az egy lehetőségre összpontosítva próbáljuk meg magunkat megmenteni a bűntől és a kárhozattól. Mert ha visszatérünk a gazdag és a szegény Lázár történetéhez, ha a gazdag emberben szemelni szeretett lett volna a szegény Lázár iránt, akkor nem azt olvassuk a történetben, hogy a morzsákból kívánt volna megelégedni, de hát még azt is elnyalták előre a kutyák. Tehát még csak morzsa sem jutott számára gazdag ember asztalról. Onnantól kezdve, amikor az ember elhatározza legalább magában, hogy minden megpróbáltatás, kísértés, nehézség, dacán szeretettel fog másokkal viseltetni, kiderül, hogy mennyire tud működni bennünk és általunk.
Onnantól kezdve, amikor eldöntöm magamban, hogy mondjon bármit az a másik ember, nem megy fel bennem a cukor, nem fogok megharagudni, hanem mindentől kezdve én derűsen mosolyogok és szeretni fogom azt a másikat. Nem biztos, hogy attól a perctől kezdve mindig mosolygás lesz az életem, nem biztos, hogy mindig alkalmazni tudom, de sokkal több lesz a derű, a mosoly és a szeretet bennem. Csak egyszer már el kell határozni. Egyszer el kell tudni. Egyszer meg kell próbálni. Ne csak az idő, ne csak az alkalom, ne csak egy-egy körülmény hozza meg a kedvező feltételeit annak, hogy én szeretni tudjam, hanem minden időben, minden feltétel, minden körülményben próbálj meg gyakorolni a szeretetet. És ha elkezdem én a folytatót, te, ha mindannyian gyakorolni, az olyan, mintha egy nagy sötét helyiségbe bejön valaki egy szál gyertyával, azután még egy, és még egy, és még egy, és amikor már elegen vagyunk együtt, akkor kiderül, hogy egészen világos van. Minél több szeretetet teszünk össze, annál nagyobb fényen világít, és annál nehezebb azt a szeretetet megoldani. Úgyhogy testvéreim, tegyük össze, amint van, ami jó, nem itt Istenek házában, hanem ahogy innen kimegy, holnap, az utcán, a munkában, a pihenésben, bármi és bármikor. Legyen ez a világ szent általunk is, de legfőképpen Isten szeretet által. Amen. Örökkévaló mennyék felség, ahogy születésünk pillanatától szeretet vesz körül bennünket, ugyanúgy születésünk pillanatától hozzászólunk a világosság és sötétség váltakozásához. Elfogadjuk azt, hogy hozzá tartozik az élet ritmushoz, hogy van nappal és van éjszaka, talán ezzel együtt kerül a tudatunkba az is, hogy van a jó és van a rossz, van a szeretet és van a szeretetlenség. És elfogadjuk, hogy lehet rosszul, rosszban, lehet szeretetlenül, sőt, haraggal, gyűlölettel élni. Örülünk, amikor a szeretet világít az életünkben, amikor vannak boldog órák, vagy percek legalább, amikor feltűntlenül tudunk örvendezni valaminek, de rögtön hozzáveszünk, hogy nem ettől áll az élet. Hogy vannak nehézségek, vannak küzdelmek, és vannak ellenségek, és vannak gyötrelmek, és fájdalmak, és szenvedések, és ezeknek nagy részét mi okozzuk egymásnak, vagy magunknak. Közben persze tudjuk, hogy nem kell ennek innen. Hiszen a mennyeknek országa nem valami távol lévő hely, ahová küzdelmek, nehézségek, megpróbálgatások árán kell és lehet eljutni az embernek. Hiszen azt tanította tudunk Jézus Krisztus által, hogy a te országod itt van és bennünk van. És ugyan, hogy lehetne másképp itt és bennünk, hogyha nem a szeretet által. Hiszen ott a mennyekben tudjuk, nincs sírás, nincs fájdalom, nincs semmiféle rossz. És halljuk az ígéből, hogy a szeretet az kibűz, kiszorít az emberből mindenféle félelmet. Ahogyan a fény kívzi a sötétséget, és nincs az a kicsi gyenge fény, ami nem tudna kívzni bármikor a sötétséget. Köszönjük, Urunk, a tanítást, a figyelmeztetést, az emlékeztetést. És hadd kérdezzük,
holnap és holnap után és azután is szüntet. Valahányszor választanunk kell és lehet jó és rossz között, világosság és sötétség között. De akkor is, ha már az adott pillanatban késő, legalább kapjunk észbe, legalább jusson eszünkbe, hogy nem így kellett volna, és határozzuk el, hogy legközelebb már biztosan másképpen lesz. Legyen ott a lelkünkben a jóra való szándék is hajlandó. Így szolgáljuk magunk a te háromszor szent neved dicsőségét. Nem csupán szavakban, és nem csak itt e falak között, de a mindennapi életben. Úgy is, hogy özvegyek árvák, egyedülvalók, zsidók, gyászolók, fedék, mindenkor jó szolgálattal és szeretettel viszont. Úgy is, hogy szükségben, bajban, nyomorúságban lévő embernek segítségre van, akit kell vigasztalunk, akiben csak egy pici szeretet hiányban megpróbálunk megadni, hiszen értjük már, tudjuk, hogy a te szereteted itt lesz nyilvánvalóvá mi közöttünk az egymással való kapcsolatban. Segíts hát ezt a gyülekezetet, közösségünket, de segíts a te anyaszent egyházadat, hogy szeretettel legyen mindenkor, nem csak önmaga, de mindenki irány. Ezen az egész világon hirdetessék az örömhír, az evangélium, legyen teljesé a szeretet. Szentlélek, teljes szent háromság, dicséret és dicsőség legyen minket. Amen. Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a mennyek. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden, ami kenyerünket, add meg nékünk, és bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonoszból, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mi úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentléleknek megálló és megszentelő ereje, legyen is valami. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt hét folyamán özvegyünk egyet, Katalin testvéri tizedet 240 kívüli adományt az egyházközség javára, Isten gazdag áldása legyen mindenkor a jó kedvű adakozókkal. Polgármesteri hivatal kérésére hirdetem, hogy kedd délben 1 órától Batarcson a polgármesteri hivatalban. A soron következő uniós mezőgazdasági pályázati lehetőségekről tartalak tájékoztató, bővebb felvilágosításért forduljanak Belbe János